A gyászra, halottaink elengedésére, a halál feldolgozására mindig léteztek rítusok. Ezek egyike az is, amikor halottak napján megtelnek a temetők a szeretteik sírjához zarándoklókkal. Sokan látogatnak el a kiskörösi temetőkbe is, és emlékeznek meg halottaikról. A katolikus egyházban beszélünk minden szentek napjáról november 1-én, és beszélünk külön halottak napjáról is, az pedig november 2-a. És ez úgy össze van mosódva az emberek fejében, nyilván érthető okok miatt, mert elsője a munkaszüneti nap, és akkor látogatjuk meg halottainkat, szeretteinket a temetőkben. Minden szentek ünnepe, minden szentek a szó árulkodik az ünnep tartalmáról. Itt ilyenkor, ezen a napon gyakorlatilag minden üdvözölt lélekről megemlékezünk, akik már elmentek, és itt nem csak azokat nevezzük szentnek, akiket az egyház úgymond oltára emelt, boldoggá szenti avatott, hanem itt minden jó akaratú, jó szándékú, általunk szeretett szeméről, szerettünkről is beszélünk. A halottak napja pedig egy olyan keresztény ünnep, mely során az elhunyt, de az üdvösséget még el nem ért, a tisztító tűzben lévő hívekért imádkoznak. A katolikus egyházban vannak ide vonatkozó gyakorlatok, ha úgy tetszik. Ez pedig a búcsú. A búcsú a már itt a földi életünkben megbocsátott bűneink után járó, ideig tartó büntetéseknek az elengedését jelenti. Tehát gyakorlatilag én november 1 és 8-a között bármelyik szerettemért felajánlhatok egy úgynevezett gyakorlatot, imádságot. Mit értek ez alatt? Tehát november 1-e és 8-a között, ha temetőt látogatok és áhítatos lélekkel vagyok itt jelen, és imádkozok valamelyik szerettemért, akkor ezt a tisztulási állapotot, a tisztító tűzben töltött időt megrövidíthetem. A kiskörösi Szent József katolikus templom az idei évben is várja a híveket ünnepi alkalmaikra. November 1-én délután 5 órakor kerül megrendezésre a hagyományos szentmise, emellett pedig szintén ezen a napon van lehetőség síremlék megáldásra is a kiskörösi katolikus temetőben. Az evangélikus közösség október 31-én a reformáció emléknapját ünnepli. 1517. október 31-én indult el úgymond a reformáció, amikor Luther Márton kiszegezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. És a hittanús gyerekeknek szoktam totóként, feladványként feladni azt, hogy miért is találják ki, hogy miért is a wittenbergi vártemplom kapujára szegezte ki, és miért pont október 31-én. És nehezen jönnek rá a válaszra, de utána megjegyzik azért, mert a középkorban a legeslegtöbb helyen a templom köré temetkeztek, és ugyanígy, ahogyan jöttek az elhunytak sírjait látogatni az emberek, találkozhattak ezzel a 95 tételek. A helyi evangélikus közösség is megtartja a halottak napját, de a minden szentek ünnepét nem, bár elismerik a szentek létezését. Úgy gondolom, hogy ősidők óta, illetve ősi hagyománya van a halottakról való megemlékezés, ami egyházon belül, egyházon kívül is követnek. Egyházon belül halottak napján szoktak kimenni a temetőbe és megállni az elhunytak sírjánál, hozzátartozók sírjainál. Ezt tudjuk, hogy ez november 2-a, de mivel minden szentek ünnepe november 1-e, úgymond szabad nap mindenki számára, ezért elsőjén mennek ki legtöbben a temetőkbe, és mi ezen a napon szoktunk megemlékező temetői istentiszteletet tartani, minden évben délután 2 órától itt a temetőben, és erre hívjuk és várjuk a kedves testvéreket is. A reformátusoknál a halottak napi szokások a gyertyagyújtás és sírgondozás új keletű és katolikus hatásra kialakult szokás.